csípőletet kéz, Júlcsika, rám figyelj édesem, jó? És... A Magyar Nemzeti Balett Intézet évnyitójának próbáján vagyunk az Eiffel Műhelyházban. A második és a negyedik évfolyam Csajkovszki a Hattyúk Tava című balett szvittjének magyar táncát gyakorolja éppen. Ide is, ne felejtsd, hogy nem lopható, kilátjuk. A nézőtéri székek még üresek. Pár ifjú táncos az öltöző folyosón kint, az újonnan felvettek szüleikkel az évnyitó színházterme előtt várakoznak. Az én kedvesem gyermekkorában balettozott, és ő úgy gondolta, hogy ő biztosan lát ebben a gyermekben valamit, ami igazán nagy lehetőség neki a jövőre, és nem járunk messze az igazságtól, úgy véljük, mert nagyon-nagyon nagy intenzitással és nagy kedvel dobta bele magát. Saját elhatározása volt, folyamatosan balett előadásokat nézett, meglepődtem rajta, igen, hogy ennyire a balett felé fordul az érdeklődése, ezért úgy döntöttem, hogy megkeressem az operaházat. A Bánfi terem ajtaja közben kinyílt, a jelmezes táncosok a kezdésre várnak, addig is lássuk, mit ad, mit jelent nekik a balett tanulás. Az örömöt, a kitartást és a küzdelmet. Óriási kihívás. Egyre többet tanulhatok. Nagyon sok élményt ad. Öröm, boldogság. Nagyon-nagyon szeretek táncolni. Jó lenni a balettteremben és csinálni a gyakorlatokat. Az évnyitó előadását több kis előkészítős, azaz betöltött 4 éves is figyelemmel kíséri, ilyen évfolyamból 3 is van. De itt vannak az előkészítő haladó csoportosok is, akiknek már sok az órája, majd következik az 5 további évfolyam, összesen 9 osztály növendéke. Az első sorban ülő balettmestereik most arról mesélnek, mit jelent nekik a balett tanítása. Számomra iszonyatosan sok szeretetet áll a gyerekektől, és nagyon-nagyon sok örömet. A balettintézetben tanítani egy különleges kihívást jelent. A ritmikus gimnasztikában a balett, a klasszikus balett állandó és örök helyet foglal el, mint képzési anyag. Most ez fordítva történik, most a balett nézi meg, hogy hová tudunk jutni a gimnasztika általi megsegítéssel. Számomra a tanítás maga a remény. Remény, hogy át tudom adni az eddig megszerzett tudásomat egy elkövetkező generációnak, és ők ezt hasznosítani tudják. Az előadás után a nézőtéren ülő frissen felvett növendékeket virággal köszöntik az idősebbek. Az intézet 2019-ben kinevezett művészeti vezetője Radina Dace elmondta, a járvány okozta kényszerszünet nem jelentett leállást. Az otthoni gyakorlás folyamatos volt. Ő már csak tudja, nem csak azért, mert oktat, hanem mert kislánya Adél is itt tanul balettozni. A mestereknek a tanítás már pedig szinte szent dolog. Nem annyira egyszerű, és nagyon-nagyon-nagyon gyakran újra, és előről kell kezdeni, és ismételni. De igazából ugye mennek az évek, és látjuk az eredményt, és ez gyönyörű, amit látunk, tehát valószínűleg így kell. Számomra a tanítás rengeteg erőt ad, amitől felrobbanok, és pesdülök, és nagyon jó látni a tanítványaimon, hogy milyen sikerelményeik vannak, ami által igazán tudnak szárnyalni. Amikor a szereteten keresztül látom formálódni, alakulni és fejlődni a gyerekeket. Egy óriási nagy köszönetet szeretnék mondani a szülőknek, mestereknek, balettitkárságnak és támogatóknak. A Magyar Nemzeti Balett igazgatója elmondta, hogy az intézet működésének fokozott biztosítására létrejött a Magyar Állami Operaház balett növendékeiért alapítvány, amit Aradi Mária balettmesternő alapított. Ruip Katica a hegedű művészek egyik sláger darabjára, Jules Massenet Thaïs című operájának meditációjára, 2 zenész közreműködésével táncolta el a művészeti vezető koreográfiáját. A tanítás úgy tűnik beérett.
Úgy gondolom, hogy a tudás átadása, a tanítás minden, hiszen a gyerekeinkért élünk, a gyerekeinknek akarjuk átadni mindazt, amit tapasztaltunk, amit tudunk. Ez a tanításon keresztül történik meg, és annál nagyobb öröm nincs, amikor látjuk az eredményt, hogy boldogok és sikeres felnőttek lesznek. Legjobban érdekes azok a gyerekek, akik ugye kevesebb adottsággal rendelkeznek, de mégis tudnak nagyon-nagyon erős munkával és akarattal elérni nem kevesebb dolgot, mint az alkatilag jobb gyerek. Most már hatodik év, amikor tanítok. Én nagyon öröm, hogy Oroszországból tanítottam nagyon jó mesterektől, és most ez az összes az én tapasztalatom és a mestereimet tudok átadni itt a gyerekeknek Magyarországon. Sűrű év vár a növendékekre. A kishattyúk tavaly estet 4x50 percben csak gyerektáncosokkal adják majd elő, várható gálaest, jönnek vizsgák, előadások, és kevesebb mint egy év múlva majd a nyári kurzusok is.